Sok éves hagyományának tett idén is eleget a DuPont, aki ismét megrendezte nagyszabású szakmai fórumát, a Juniálist. Idén is számos újdonsággal, szakmai beszámolókkal és termékismertetéssel találkozhattak a gazdálkodók. A DuPont növényvédőszer ajánlatán túl a Pioneer hibrid kínálatával és a Genesis műtrágyákkal is megismerkedhettek a résztvevők. Az elmúlt esztendő egyértelműen betegségekkel teli volt, ahol mindennél fontosabb volt a hatékony védekezés. Termelői szempontból is izgalmas év volt, mert olyan problémákkal találkoztunk, vagy találkoztak a termelők, amelyek nagyon hosszú ideje nem voltak már. Ilyen például ugye a sárga rozsdajárvány, ami országos a halászos gabonákban, és ilyen szempontból is nagyon szerencsés ez a bemutató, mert nagyon sokfajta kísérleti kezelés van, és szépen kijönnek a különbségek. Tehát az mindenképpen elmondható, és egyértelműen bizonyítást nyert, hogy az idén nagyon megérte gombaölőszert használni a kalászosba, aki egyszer tudta lepelt metezni, annak is megérte, aki kétszer, annak is, és aki háromszor, még annak is. Mert az eredmények egyértelműen mutatják a különbségeket most vizuálisan, de nyilván termésmérések is lesznek, de mi már megbecsültük ezeket a terméseket, és brutális különbségek lesznek. A gazdálkodók nagy része már hosszú évek óta hatékonyan és eredményesen használja a DuPont termékeket, és kimondottan várják a Juniálison bemutatott újdonságokat. Juniális nagyon jó szakmai fórum, minden évben eljövök. Itt gyakorlatilag az embert megerősíti szakmai vonalon az itt látott bemutatók, szakmailag ezek fontos dolgok, meg egy jó társasági összetartó erő is, és több a szakmából ismerőssel is találkozom, kollégák, évfolyamtársakkal itt ezen a fórumon. Az őszi búza, a napraforgó, a kukorica és repce gombaölőszeres védekezését emelték ki sokan, melyekre a DuPont termékek sokasága kínál hatékony megoldást. Fontos volt ez a gazdálkodók számára, hiszen kifejezetten betegségekkel teli éven van túl a szakma. Most az LE25-ös, LE75-ös napraforgóim vannak, azokban az Express-et kihasználjuk, vagy gombaölőszernek a éppen amire szükség van, de a buzába is használtam, az Akantó Pluszt használtam például a buzába, repcébe megpróbáltam a gombaölő védekezést virágzásba, repcébe, meg hát éppen amire szükség van. A DuPont Juniálisra ismét az ország számos pontjáról érkeztek gazdálkodók, akik a személyes tapasztalatcserét is nagyon fontosnak tartják. Növényvédőszereket mindig DuPontosokat, a Gabona, a Grand Star és változatai Grand Star Super, azokat szinte mindenki használja. Aki búza gyomításba gondolkozik, az gyakorlatilag a Grand Star és származékainak megkerülhetetlen, mert az egy olyan szer, ami egyszerűen a legjobbak közé tartozik a búzába a piacon. A kukorica gyomítószerek, ott a principális változatai, azok fordulnak elő jelentős mértékben. Én is használtam a napraforgónál, meg az expresses technológia, az magáért beszél, hogy arról nincs mit mesélni, bár ott is hozzá kell tenni, ez az új, hogy a szelektív egyszívvirtót bele lehet keverni az express mellé, ez egy újdonság, a kísérleti eredmények azt mutatják, hogy nem csinál kárt. Az idei DuPont Juniális egyik legnépszerűbb újdonsága a repce új gyomírtószere, a Salsa volt, mely széles hatásspektrummal rendelkezik, és a DuPont kimagaslóan kedvező hektárköltséggel biztosítja azt.